Vendégem Maros Szabó Réka, és edzője, édesanyja Maros Réka. Nem véletlenül hívtam meg őket a stúdióba, hiszen az ifjabbik hölgy fantasztikus eredményt ért el Pulában az IDF világbajnokságon. De hogy mi is volt ezt, majd ezt elmondjátok, jó? Gratulálok, az biztos mamának is és a lánynak is. Köszönjük szépen. Hát kezdjük a mamával mégiscsak azért. Tehát mi is volt ez a verseny Pulában? Az International Dance Federation, tehát Nemzetközi Táncsport Szövetségnek volt a éves világbajnoksága, amelyet Pulában rendeztek. Itthoni kvalifikációk előzték meg a továbbjutást, tehát két fordulós kvalifikációs versenyen vettünk részt, amelyen megszerezte az Egyesületünk a jogot arra, hogy szólóban, duóban, kis csoportban és formációban részt vegyünk. Voltak kicsik, minikorosztály, serdülők, juniorok, ennyi. És ugye azt elhallgattad, hogy ez az egyesület a Limeszese, ugye ahol a lányod és sok-sok apróság és nagyobb versenyzők pallérozódnak, és azt tudjuk, hogy Réka nem csak a dance showban pazar, hanem van egy másik fantasztikus sportág, ugye ez a, majdnem azt mondtam, hogy ritmikus sportgimnasztika, az Ergében is ott vagy, a hazai élmezőnyben. Melyik nehezebb, Réka? A ritmikus gimnasztika annyiban nehezebb, hogy ott különféle szerekkel kell dolgoznunk, és ez annyiban nehezebb. A showtánc pedig azért nehéz, mert ott pedig a kivitelre nagyon kell figyelni, meg hogy hogyan csináljuk, hogy nagyon pontosak legyenek a mozdulatok. A kivitelre nagyon oda kell figyelni, hát én látlak benneteket az edzéseken, hogy egy-egy elemet 50-szer, 100-szor, 1000-szer el kell gyakorolni, és a mamának a hangját is hallom, hát alig halljuk a pingponglabda pattogását, amikor megszólal édesanyád. Szóval most ne beszéljünk az Ergéről, jó? Az egy másik kávéház lesz. Ez a dance show, mint olyan, szorosan kapcsolódik azért a ritmikus gimnasztikához? Mindenféleképpen, hiszen ugyanúgy a balett az alapja, mint bármely más táncfélének. Lehet benne különböző táncstílusokat ötvözni, illetve show jellegűnek kell lenni. Mi azért szeretjük ezt a dance show kategóriát, mert a legkisebbeknek is könnyű versenyzési lehetőséget biztosít. Egy nagyon kis cuki koreográfiával ki lehet állni, mosolyogva, egyszerre figyelve a térformákra, és nagyon szeretik a gyerekek. Itt látom, mert van súgásom, azt mondja, hogy Maros Szabó Réka junior szólóban lett aranyérmes, ilyen aranyérmes világbajnok. Patriciával, László Patriciával a junior duóban. Ugye ebbe a show dance-ben nincsen fiú partner, lány partner? Dehogy nem, azt párnak hívják, azt csak pár. Nagyon nehéz begyűjteni olyan képességű fiút, aki ritkán fordul elő ritmikus gimnasztika edzés, a más egyesületeknél gyakoribb, hogy vannak fiúk is, akár a csapatokban is. Mit rejt a, ugye aranyérmes lett a mini formáció és a junior formáció, ebbe is benne voltál, mert nem írták oda? A junior formációban, igen, a miniben nem. Hát a miniből már kinőttél. Ez mit jelent a formáció? Tehát ez csapat, azt vagy jelenti, hányan ez vagytok? Ez egy ilyen nagyobb csapat, 8 fő, 8-9 főtől egészen 20 főig. Egyszerre kell mozogni, vagy itt külön koreográfia? Igen, nagyon fontos lenne, igen. Hát egy olyan koreográfia, amiben nem kevés a létszám, hanem nagyobb létszám. Lépegessünk. Más versenyszám, ugye az egyéni, a duó és a formáció, mind a három más koreográfiát igényel? Természetesen igen, hiszen az egyéniben ugye a versenyzőnek az egyéni kvalitásait kell megmutatni, zenében ugye, ami az ő lelkéhez áll közel, illetve hát tényleg, amit tud, azt kell kidomborítani, hát duóban inkább az összhanggal fontos, az, hogy próbáljunk olyan koreográfiát alkotni, ami mind a két versenyzőnek, táncosnak jól áll, hiszen nagyon különböző Rékának, Bölinek a táncpartnere is egy teljesen más stílusú kislány, mint ő, és eléggé nehéz volt így velük a közös munkát, illetve a közös koreográfiát elkészíteni a kis csapatnál. Hát ott ennyire nem tudunk differenciáltak lenni, tehát ott 6 versenyzőnk volt egyszerre, ők sajnos nem jutottak be a döntőbe,
Ott nagyon nehéz volt, hogy olyan legyen, amilyen mindenkinek fekszik, mindenkinek megfelel. Ott inkább arra törekedtünk, hogy a koreográfia legyen ütős. Olyan zenét választottunk, ami hangzatos, és a formáció pedig azt a kicsiknél, egy, ahogy az előbb említettem, egy kis cuki zene volt, akik aranyérmet szereztek. A serdülő csapatunk az egy ördögös koreográfia volt, amit Németh Zita edző álmodott meg, az nagyon érdekes volt. Nagyon egyszerű volt, viszont nagyon tiszta és jó térformákkal dolgozott. Az látványos volt ilyen szempontból. A legnagyobbak pedig a junior formációnk, ők a Hattyúk Tavára, a film zenéje, tehát kicsit átdolgozza nem a Csajkovszki eredeti klasszikusa, hanem amit átdolgoztak a film zenére, arra táncoltak, és hát az nagyon, nagyon szerették. Teréka, áruld el nekem, mama most nem hallja. Ugye van a szóló, a duó és a formáció, nem kevered össze még véletlenül se a koreográfiát? Nem. Hát hogy fér meg a pici fejedbe az, hogy három fajtát kell csinálni, gondolom, órákon belül? Nem, másfél perc múlva. Tehát... Hát nagyon könnyen meg lehet jegyezni, mert ha egyből meghallod azt a zenét, amire éppen van a koreográfia, akkor egyből beugrik, hogy erre a mozdulatra, vagy erre a hangra milyen mozdulatok vannak. Egyéniben magadra kell figyelni, egyértelmű, hiszen a te testeddel dolgozol. A duóban a másikra is kell figyelni. Van olyan, hogy kisegíted a partnert? Tehát kicsit hibázik, mert minden ember hibázhat. Van rá lehetőség, hogy ott lehet egy picit segítgetni? Igen, szokott élni, hogy például zenében vagy mozdulatban elcsúszunk, akkor általában úgy szokott állni, hogy én szoktam alkalmazkodni a másikhoz, mert az nekem ez egy kicsit könnyebb, hogy én alkalmazkodom. És akkor egész jól ki szoktunk élni például zenében, hogyha elcsúszunk, akkor valamelyik mozdulatot lassabban vagy gyorsabban csináljuk, és akkor kijövünk zenére. Én nem benném észre akkor ezek szerint. Hát érdekes volt, mert a világbajnokságon a duónál is volt egy középfutam, kétszer kellett megcsinálni, a szólóknál háromszor kellett megcsinálni, tehát létszámfüggő, hogy mondjuk egy 80 fős mezőnyből lehet, hogy két szelektálás van, egy középdöntő plusz egy döntő. Tehát a duóknál volt egy középfutam, ahol ők úgy csinálták meg a táncukat, hogy az egyik mozdulattal túl lendült a Réka lába, túl nagy spárgát nyitott, ezáltal nem oda érkezett le a földre, előre, ahova kellett volna, hanem a háta mögé rakta le a kislány, és úgy folytatták, mintha semmi sem történt volna. Úgyhogy előfordul, hogy valami gigszer közbe csúszik, és akkor próbálják egymást. Hát csapatként, a duó is csapatként funkcionál, illetve formációban is kisegítik egymást. Amikor kivívtátok itthon, ugye azt, hogy elutazhattok Pulába, és képviselitek Magyarországot és a Limeszt, ismertétek a mezőnyt, hogy kik lesznek ott? Mert azért egy világbajnokságra azért csak-csak elutaznak sok helyre. Soha nem ismerjük. Nem lehet ismerni ezt ennyire? Van egy-két név, aki nyilván már a korábbi évek tapasztalatából ott állt a döntőben, láttuk már a nevét, illetve fönnállt a dobogón mellettünk, de azt, hogy éppen abban az évben ki fog benevezni a világbajnokságra, azt nem lehet tudni. Korfüggő a világbajnokság? Tehát fölfelé lehet egy serdülőkorú, vagy egy fiatalabb bacska indulhat a juniorok között, Réka? Hát attól függ, hogy hány éves, tehát hogyha mondjuk 3 vagy 4 évvel fiatalabb nálam, akkor ők általában még serdülők szoktak lenni, de hogyha 2 évvel fiatalabb, akkor ő már junior. Én most utolsó éves junior vagyok, és jövőre leszek felnőtt. De jó ég. És most ugye akkor én leszek a legkisebb a felnőttek közül, és ott is vannak ilyen 4-5 évvel idősebbek, mint én. Te amikor beléptetek a terembe, megjött a Limesz, és megjött Maros Szabó Réka, akkor úgy lehetett látni az ellenfeleken, hogy hát ez itt van, már megint nem lesz esélyünk. Na, ez most csak ilyen, tudod, ez ilyen felvezetés. Nem, ez most fizikai értelemben próbálok reagálni, hogy a verseny az 3 stage-en, 3 színpadon zajlott, ami eléggé megnehezítette a gyerekekkel való felkészülést, tehát mind az öltözést, a hajalást, a sminkelést, az átvonulást, hiszen ez egy olyan sportcsarnok volt, ahol volt egy nagyon nagy küzdőtér rész, kvázi egy kézilabdapálya, vagy még annál is nagyobb rész, illetve volt 2 kisebb.
és ezekben a kisebbekben rendezték a selejtezőt, viszont annyira pici volt, hogy oxigén nélküli volt, kicsi volt a lelátó, hogy ott képtelenség volt leülni 35 gyerekkel, hogy akkor te most erre melegítesz, arra, stb. Úgyhogy mi a legnagyobb részben foglaltunk helyet, és nem nagyon láttuk az ellenfeleket ott mozogni, mert éppen más sporttáncnak a versenyei zajlottak. Milyen szabályok vannak a dance showban? Tehát tart egy gyakorlat, mondhatom így, vagy a bemutató, a tánc, produkció, mindegy, másfél percig, két percig körülbelül, tehát hogyha nem butaságot mondok, nyugodtan nem, másfél percig tart a szóló. Az azt jelenti, hogy akkor az másfél perc alatt a legesleg tutibbat kell kihozni. Mi kell beleférni? Tehát minek kell benne lenni abban a másfél percben? Hát ugye az edzők úgy szokták összeállítani ezeket a gyakorlatokat, hogy amilyen mozdulatokat vagy elemeket éppen meg tud csinálni a kislány, és hogy például jól tud forogni, akkor sok forgás van a gyakorlatában, hogyha jól tud ugrani, akkor több ugrás van, meg a zenétől is függ. Tehát nekem egy lassabb gyakorlatom volt, lassabb zenére volt gyakorlatom, és kevesebb nagy mozdulat, vagyis kevesebb ugrás fért bele, és én ezért inkább többet forogtam, vagy többet egyensúlyoztam. Te elmondtad, hogy mi volt a te gyakorlatodban, de a szabálykönyvben is leírva, hogy minek kell benne lenni. Tudod, mit tudom én, a műkorcsajában azt mondja, hogy kell benne lenni tripla ugrásnak, három duplának, négy forgásnak, lépéskombinációnak, blablabla, bla, minden. Itt nincsenek ilyen szabályok? Nem, hiszen lehet klasszikus balettelemekből építkezni. Horton technika, Graham technika, Cunningham, tehát jazz tánc, tehát bármilyen. Ezeket nem magyarázd meg. Mert nem, ezek a jazz balett különböző alfajai, illetve hát ennek show jellegűnek kell lenni, tehát a zsűri az nem a technikát pontozza elsősorban, hanem hogy milyen a kisugárzás, milyen az előadásmód. Mennyi időt készültél erre a versenyre? Mikor dőlt el a koreográfia, amit gondolom a keménykezű mama talált ki? Egyáltalán beleszólhatsz a koreográfiába? Én? Aha. Igen. Nagyon ritkán szoktam beleszólni, de azért beleszólhatok, hogyha esetleg. Uh-huh. Anya mindig kitalálja a koreográfiát, és hogyha valamilyen mozdulat nem esik jól, vagy nem tetszik, nem jön zenére, akkor meg szoktuk kérdezni, hogy tetszik-e, jó, és akkor átalakítjuk. Nagyon jó. Szóval mennyi idő alatt egyéniről beszélünk, jó? Mennyi idő kellett ahhoz, hogy azt mondd, hogy most a Maroszabó Réka becsukja a szemét, és akkor ezt, ha álmából felkeltik, akkor is végig tudja csinálni. Mennyi idő alatt tanultad meg? Ezt a gyakorlatot nekem anyut csináltam egy január végén, február elején, mert akkor kezdődtek az ilyen kisebb versenyek Magyarországon, és az első versenyen még nem éreztem magamat olyan nagyon magabiztosnak, hogy még olyan nagyon jó ez a gyakorlat, de a második verseny már egyre jobb volt, és a VB-re éreztem úgy igazán, hogy már tényleg beérett az gyaki. Tehát kell hozzá, hónapok kellenek hozzá, akkor ezt ugye el lehet mondani. Hát illetve ha valami úgy látjuk, hogy nem sikerült úgy a verseny, akkor még folyamatosan belenyúlok. Tehát én nem szeretem úgy hagyni a koreográfiát, hanem annak a híve vagyok, hogyha valami nem megy, akkor azt ne erőltessük, akkor próbáljunk ott meg valamilyen. Változtatni valamit? Igen. Mikor érezted azt, hogy Réka világbajnok lesz? Tehát ugye azért csak ott vagy, csak látod kívülről, hiába mondod azt, hogy nem nagyon láttad a többieket, azért gondolom a kémek valamiket csak nem, jelentettek. Nem nagyon érezni semmit onnan a háttérből. De akkor hogy dől el ez, hogy mert ugye a zsűritől is függ. Tehát ha van egy olyan szakmai zsűri, aki látja, hogy neki milyen kvalitásai vannak, és milyen technikai nívón áll, akkor nyilván elismerik a tudását, hiszen ő ritmikus gimnasztika meg balett szempontból nézve, ő magasan a mezőny fölött van. Mm-hmm. Viszont vannak olyan koreográfiák, amik meghökkentőek, érdekesek, és ha egy zsűri számára ez fontos, hogy mondjuk talpon csoszog, és ilyen arcokat van, és ez neki ez neki művészileg őt ez jobban megragadja, akkor előfordulhat, hogy őt elé sorolják. Mm-hmm. Tehát ez nem nagyon kiszámíthatatlan, hiszen emberek bíráskodnak. És akkor ez azt jelenti, hogy meglepetés volt, amikor bemondták, hogy első Maroszabó Réka? Igen, nekem nagyon nagy meglepetés volt, mert a finálé az nem olyan nagyon jól sikerült, mint az előző két gyakorlatom. Ezért úgy éreztem, hogy ez biztos, hogy nem lesz meg, de azért sikerült.
ebből lesz az igazán jó sportoló, aki el tudja mondani azt, hogy ő úgy érezte, hogy a finálé pedig aranyérmet hozott, nem sikerült annyira. Te kívülről láttad, hogy mennyire sikerült? Én sem. Vagy rágtad a körmödet ott kint? Megcsúszott a talajon, tehát pont egy olyan területen forgott a legfontosabb eleme a gyakorlatnak, amikor így emelkedik a gyakorlatnak a mondani valója, akkor egy olyan területen forgott, ahol le volt ragasztva ilyen széles leakoplasztal, és azon megcsúszott a forgásában, és az hát igenis látszódott. Tehát egy jó szemű szakember azt mondja, hogy hát ez így nem annyira gömbölyű, nem azt mondom, hogy elesett, de nem volt 100%-os, ennél jobbat is tudom. Itt a kedves nézőknek azért egy szolgálati közleményt elmondok, hogy a beszélgetés alatt látni fogják Rékának a világbajnoki gyakorlatát, úgyhogy lehet majd otthon tapsolni, lehet pezsgőt bontani, te még ne igyál pezsgőt, majd kicsit később, és tessék szakszemmel nézni, mert most már hála Istennek olyan sokszor voltak itt nálunk a stúdióban, hogy lassan úgy a ritmikus gimnasztikába, mint a dance show-ba is lassan hozzáértő közönsége lesz az újpesti televíziónak. Reméljük. Reméljük, ugye? Szóval vége van mindennek, fantasztikus siker, tehát tényleg fantasztikus sikert ért el az Egyesület, köszönet. Hány felkészítő tanár, illetve edző volt veletek? Tehát hány hát szeretném őket mindannyiukat megnevezni, hiszen volt, aki nem utazott ki velünk, mert a kisebbekkel itthon kellett maradni és edzést tartani a tanfolyamosainknak, de nagyon sokan, nagyon sok mindent hozzátettek ehhez az eredményhez. Károly Ági, aki a legkisebbekkel foglalkozik, ő is besegít a mi munkánkban. Koltai Judit néni, aki drámatanár, és ő az előadásmódban segít nekik, illetve a kifejezésmódban. Akkor Juni Emese, szintén balettmester, Bódog Anikó, aki ritmikus gimnasztika edző, Németh Zita, Varga Éva, és jó magam. Hát kezdi csókolom, ez azt jelenti, hogy ez egy igazi csapatmunka, tehát nem lehet azt mondani, hogy a Rékának az edzője a mamája. Ezt nem lehet mondani. Mert mindenki hozzáteszi azt, amit önmagából a legjobbat tud adni. Pláne a kisebbeknél, ahol a formáció Varga Éva vezetésével szintén aranyérmes lett, hát ott egy teljes mélyrepülés volt, vagy vakugrás, hogy ilyen lesz a mezőny. Egyáltalán nem tudtuk, hogy a 8-9 sőt 6-8 éves gyerekeink mire lesznek ott képesek. Nagyon kis törpikékkel utaztunk. Van, aki még óvodás. Nagyon jó. Te Réka, most világbajnokként komolyan bementél iskolába, és akkor tudják, hogy te milyen eredményt értél el? Igen, látták az eredményeimet interneten, és egyik osztálytársam megkérdezte üzenetben, hogy hogyan sikerült az eredmény, és én elmondtam neki, és mindenkinek elmondták az osztályban. Azt ugye mondjuk el, hogy milyen iskolába jársz, mert valami köze azért csak van a tánchoz, ugye? Igen, táncművészeti szakgimnáziumba járok. Most nem tőle kérdezem, hanem a mamától, és akkor mi lesz a lányból, hogyha nagy lány lesz? Amit ő szeretne, majd meglátjuk. Hát ő nagyon szeret ergézni, ugye igen. Most még lesz egy diákolimpia országos döntője 2 hét múlva, ahol Kazincbarcikán kell megmérettetnie magát, ott azt reméljük, hogy meg fogja nyerni, és hát nem tudom, ő legutóbb állatorvosnak készült, aztán nem tudom, milyen tervei vannak, meg ritmikus gimnasztika edző, úgyhogy ez majd kialakul szerintem. Kialakul, tehát most azért látni az, hogy ugye a tánc gimnáziumba jár, a mellszélességgel a tánc felé és a tanulás felé, ugye ez? Milyen tanuló vagy? Jó, 4-es. Nehéz a 8. kitűnő bizonyítványt igen, tartani, de gimnázium egy kicsit lejjebb ment a színvonal, nagyobbak a követelmények, de jól tanul. Megbízható kislány vagy, azt elmondta édesanyád, és amikor beszélsz, akkor nézem a mama szemét, egy kicsit fátyolos. Hát, büszke, mondjuk úgy. Így nyáron kapsz egy kis szabadságot, mert ugye azt a kedves nézőknek el lehet mondani, hogy hihetetlen mennyiségű tréningeznek a lányok, te is és a csapattársaid is. Nyáron lesz egy kis lángos evés, vagy egy kis valami kis láblógatás, vagy tovább. Igen, lesz. Júniusban még edzeni szoktunk. Júliusban azt az egész hónapot megkapjuk nyaralásra, pihenésre, és augusztus 1-én megint elkezdünk edzeni. Idén mi az a legnagyobb feladat, ami vár rátok? Úgy egyesületben,
vagy úgy a Rékán? Hát ez a világbajnokság volt a legnagyobb feladat. Sajnos a ritmikus gimnasztika országos bajnokságot, ahol felnőttben versenyzett volna a Réka, ugyanarra hétvégére sikerült kitűzniük, mint a VB, úgyhogy nem értünk vissza szombatra, mert éjjel versenyeztünk, éjjel volt az eredményhirdetés, úgyhogy sajnos arról lemaradtunk, így a Magyar Kupa lesz, amely októberben felnőtt Magyar Kupa, igen, illetve együttes kéziszer csapatokkal készülünk, ami teljesen hasonló a formációhoz, csak szerekkel. Csak szerekkel, figyelj, akkor most a kihívás megvan. Az idei magyar, felnőtt magyar bajnokságon különböző okok miatt nem tudtál részt venni, milyen diplomatikus voltam. Jövőre akkor ugye lehet mondani, hogy a bakancs listában ott van, hogy felnőtt magyar bajnokság. Igen. Mennyit kell ahhoz dolgozni? Milyen nagyon a mezőny? Milyen a magyar felnőtt mezőny? Nagyon ügyesek a kislányok. Kislányok már nagylányok. És ugye ők már jóval idősebbek nálam, és jóval tapasztaltabbak és ügyesebbek is. Hát akkor mama, mi következik ebből? Hát hibátlan munkával oda lehet érni. Igen. Cél az, hogy hibátlanul dolgozzunk mindig. Tehát egy Rékának erősek a gyakorlatai, nagyon erősek, mert nagyon jó kéziszer technikája van, és ezért minél nehezebb elemeket teszünk be a gyakiba, de hát az csak akkor lehet kigyakorolni, ha mindenből már az ezres darabszámot elvégezte. Igen. Akkor lehet azt mondani, hogy ki van gyakorolva. Igen, itt a világbajnokság után vagyunk, azért meg kell kérdeznem, hogy egy picit beszéljünk az RG-ről is, hogy mi hol vagyunk felnőtt szinten. Hát majdnem azt mondtam, hogy a fiúk az közvetlen RG-ben. Közvetlen élvonal utáni középmezőnynek az elején található. Az egy komoly, nem? Kezdünk följönni, de nem állandósítjuk ezt a 10-15. Helyen van az ország körülbelül. Kik a legerősebbek? Belorusz? Oroszok, ukránok, bieloruszok, bulgárok, spanyolok, illetve hát együttes kéziszer csapatban. Spanyolok, jól hallottam? Igen. Ők bizonyos országok ráállnak egyetlen egy irányvonalra, és a spanyolok, az olaszok meg a görögök kitalálták magukkal egy-két olimpiával ezelőtt, hogy együttes kéziszer csapat, és ha 4-6 évig együtt tartanak egy gárdát, akkor olyan ütőképes csapatot tudnak összeállítani, hogy ezek közül már többen világ, illetve olimpiai bajnokok lettek. Az olaszok évek óta, a spanyolok is már több olimpiai címet szereztek csapatban. Zicset adtál, a kérdés, a válaszodból jön egy kérdés. A dance show nem olimpiai sportág, az RG viszont az. Hát Tokióban még nem leszel ott valószínűleg, és továbbiakban, és lebeg a szemed előtt, hogy azért egy ötkarikás játékokra ki kéne jutni. Igen, én nagyon szeretnék kijutni, csak hát ugye ez attól is fog függeni, hogy itt tanulok, meg hogy hogyan, meg hogy mit szeretnék lenni. Én nagyon szeretnék kijutni, csak ugye ez nagyon sok melúval jár, én nagyon dolgozok érte, és nagyon remélem, hogy egyszer ki fogok jutni. Reméljük, hogy egyszer biztos ki fogsz jutni, azt kiszurkoljuk, bízom benne, hogy még én is megérem. Szóval Tokió után tessék szépen még tovább dolgozni, mind a két helyen. Tessék nevelni a gyerekeket, tessék vigyázni a csodálatos kislányokra, tessék vigyázni a munkatársakra, és tessék hozni a gyönyörűbb eredményeket. Nagyon szépen köszönöm, hogy itt voltatok, vigyázzatok egymásra, szép nyarat! Köszönöm szépen!